A Munkácsy Mihály német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola ebben a tanévben is megszervezte az Ágacska elnevezésű projektjét, melynek az a célja, hogy a német nemzetiségi tagozatra járó diákok közelebb kerüljenek a magyarországi németek történetéhez, a régi sváb kultúrához, hagyományokhoz, szokásokhoz. A nemzetiségi projekt keretében változatos programokban vehettek részt a gyerekek, többek között megismerkedtek a kékfestéssel, kirándultak Bakonypölöskére, a hagyományőrző délutánon pedig vajat köpülhettek, és felpróbálhatták a sváb népviselet legjellegzetesebb ruhadarabjait is. A német nemzetiségi projekt hét keretében több mint 130 gyermek kóstolhatott bele a kékfestésbe. A tanulók a győri kékfestőmesterek, Tóth Ildikó népi iparművész és férje Gerencsér Zsolt a népművészet ifjú mestere segítségével saját terítőt mintáztak a technikateremben. Kipróbálhatják a kékfestőt hagyományos kékfestő mintafák alapján, terveznek egy terítőt, és ezt elvisszük majd Győrbe, megfestjük, és megkapják a gyerekek, használhatják majd 10 óra is szalvétának, vagy kis terítőnek, vagy akár elajándékozhatják anyukájuknak, testvérüknek. Évek óta járunk az iskolába, látjuk, hogy már a második az gyerekek rendkívül gyakorlottak, tapasztaltak, szinte mondani se kell, hogy hogyan készítsék, nagyon ügyesek és kreatívak. Nem véletlen, hogy az Ágacska projekt keretében a kékfestéssel ismerkedtek a tanulók, hiszen Magyarországon a német mesterek honosították meg ezt a mesterséget. Magyarországon hagyománya volt a kékfestésnek, mind a sváb, mind a magyar lakosság előszeretettel viselte, de a svábok hagyomány tisztelete miatt ők tovább megtartották a viseletüket, és szívesen hordják a mai napig. A gyerekeknek nagyon tetszett a program, gyakorlottan tevékenykedtek, az egészen kicsik is jól tudták, hogyan kell mintázni. Van ilyen zöld festék, és abba egy mintát belemártunk, és akkor rárakjuk arra fehér anyagra, és akkor arra rámintázunk, és utána azt több helyre is elviszik, és befestik kékre, és utána már kész is van. Egy teljes héten át ápolták a projekt keretében a német nemzetiségi hagyományokat a Munkácsy iskolában. A változatos programok között foglalkozások és kirándulás is várta a gyerekeket. Évelején kiválasztunk egy tanulót. Az idén ikrek lettek, 7. N-osztályból Farkas Ábel és Farkas Levente. Az ő nagymamájuk sváb származású, Féger Mária, és Marika néni kezdte ezt a hetet egy olyan rendhagyó német órával, ahol ő mesélt a saját életéről, a családja életéről, és ezen keresztül a sváb szokásokról, hagyományokról, és arról a faluról, ahol jelenleg is lakik és ahol felnőtt, ez pedig Bakonypölöske. A második napon, a hét második napján kékfestőmester segítségével tanulóink reggel 8 órától délután 3 óráig kékfestőterítőket mintázhattak. Tudjuk, hogy a kékfestő a magyaroknak is, de leginkább a sváboknak kedvenc anyaga volt, és belőle ruhákat készítettek. A gyerekek most kendőket mintáztak, kis kendőket. A harmadik napon, szerdán került sor a kirándulásra. Mindig abba a faluba megyünk kirándulni, ahonnét az interjú alanyunk származik, tehát ahonnét Marika néni származott, és jelenleg is él, ez Bakonypölöske. Érdekes volt számomra is, hogy ez a falu nem úgy népesedett be svábokkal, ahogy a környező más falvak, tehát nem az uralkodóink, Mária Terézia, II. József, a nagy telepítési programjuk alkalmával hívott ide német parasztokat, hanem, és ez tudjuk 18. században volt, hanem a 19. század elején egy másik faluból Bakonypölöskére vándoroltak át svábok valamilyen okból kifolyólag, és így telepedtek le Bakonypölöskén. Sok érdekességet mesélt Marika néni is, és még egy helytörténész is volt, aki a gyerekeknek mesélt a falu történelméről, meg a sváb szokásokról. Többek között voltunk egy kis tájházban, ahova a falu svábjai gyűjtöttek kiállítandó anyagokat.
Érdekes volt például rengeteg kép, ami bemutatta, hogy régen például egy szüret alkalmából a szekeret, amivel a szürethez, szürettel kapcsolatos dolgokat szállítottak ki, ökrök húzták és nem lovak húzták. Aztán 1914-ből egy naplót nézhettünk meg beírásokkal, és a névsorból nagyon jól látszik, hogy szinte minden tanuló német volt. Sok tapasztalatot gyűjthettek a gyerekek, és mi tanárok is, úgy gondolom. A hagyományápolás másképp elnevezésű játék délutánon sokféle tevékenységben vehetnek részt a diákok. 5 helyszínen dolgoznak a gyerekek, 1 helyszínen állandóan, ugyanazok a tanulók barkácsolnak, az idén húsvéti tojást készítenek, van táncház, van játék, van viselet, és van vajköpülés és vábételek kóstolása. Az Ágacska projekt hetet minden évben nem véletlenül a 7. osztályosok számára szervezik meg a Munkácsiban. A mindenkori 7. osztályé ez a projekt, és azért a 7-eseké, mert azt gondolom, hogy ők már megértik, felfogják, tudják, hogy mit jelent ez, mit jelent a múlt, a múlttal való foglalkozás, illetve német népismeretet is tanulnak elsőtől fogva, és 5. osztálytól itt már belép nagyon keményen a német történelem, a svábság történelme is, tehát nagyon sok háttérinformációval rendelkeznek ezzel kapcsolatban. És igaziból mindezt megerősíti, és közelebb hozza hozzájuk ez a projekt, mert mégiscsak egy ember életén keresztül sokkal könnyebben, jobban meg lehet érteni azt, hogy mit jelent a svábság története. Nem mindegy, hogy azt valaki saját maga meséli el, hogy a családjából van olyan, aki kénytelen volt nevet változtatni, hiszen Marika néni családjában is történt név magyarosítás, földire változtatták a Féber, és a család egy részét pedig kitelepítették 1946-ban. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a gyerekek saját maguk megérezzék, illetve amikor kimentünk kirándulni Bakonypölöskére, Perecskére, akkor ott láthatták azt is a temetőben, hogy a régi sírok azok mind német nyelvűek. Aztán a II. Világháború környékén ezek a német feliratok eltűnnek, azóta csak magyar feliratokkal találkozhattak. Ahogy már hallottuk, idén Farkas Ábel és Farkas Levente nagymamája, Farkas Sándorné, Földi Mária mesélt a gyerekeknek sváb családjuk történetéről, a svábok életéről és hagyományairól. A nagyszüleim, ők svábul beszéltek, anyukámék is, de már amikor én ugye kislány voltam, még tudom, hogy ők, tehát hallottam, de később már nem nagyon beszéltek, mert a faluba kevés volt már a sváb, és hát elvárták azt, hogy magyarul beszéljen mindenki. Megértem a sváb beszédet, de beszélni annyira én már nem tudom. Nem gyakoroltuk, és így elmaradt. Ön, mint nagymama, hogy fogadta azt, hogy az unokák megismerkedhetnek ezzel a nyelvvel? Elég komolyan itt az iskolában. Nagyon örültem neki, hogy mind a ketten szeretik is, tudják is a nyelvet. Hát nem kimondottan sváb nyelv, hát ugye, mert ők már azért más németet beszélnek, de azért megértik meg. Szoktak különbséget tenni, tehát tudták, hogy németül hogyan van, meg tudták azt is, hogy svábul hogyan van, és akkor, hogy mennyiben hasonlít egyik a másikhoz. A diákoknak ebben az évben is nagyon tetszettek az Ágacska program eseményei. A legjobb a Bakonypölöskére a kirándulás volt, mert tényleg nagyon sok helyre ellátogattunk, a német sírok is nagyon szépek voltak, és a kiállítóteremben is sok mindent csodálhattunk meg. Mit láttatok ott a kiállítóteremben? Különböző képeket, valamint papírokat, hogy hogyan írtak, és hogy tehát látni lehetett, hogy régen milyen tárgyakat használtak. Teljesen más tárgyakat használtak, valamint például a vasalókat is lehetett látni, amik vasból voltak, és ez nagyon érdekes volt. A Német Nemzetiségi Projekt keretében minden évben rajz- és fordítói pályázatot is hirdetnek. A nyerteseket oklevéllel és édességgel a záró eseményen jutalmazták meg. A rajzpályázaton első helyezést Tremmel Lili, László Réka és Balogh Bertalan érte el.
A fordítói pályázaton Gyenes Emese bizonyult a legjobbnak. A projektben résztvevő tanulók vetített képes előadás keretében számoltak be élményeikről diáktársaiknak.